Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast 4. évadának 8. epizódja, mikrofonnál Barkóczi Norbert. A mai részben az idei nyár egyik legnagyobb képregény filmével készültünk, a Deadpool és Rozsomák című filmmel. Ebben lesznek segítségemre mai beszélgető társaim, itt van a képregényes szakértőnk, Kálmán Lajos, szia Lali! Sziasztok! És a Marvel ösztöndíjas filmkedvelő, Boska József, szia Jos! Sziasztok! Tudjátok, jó, hogyha nem akartok lemaradni a következő epizódról, iratkozzatok fel a YouTube, illetve a Spotify csatornákra, Facebookon pedig a TNG Profession néven találtok meg minket, ahol mindig az aktuális adásról láthattok infókat. Na de mielőtt jönne a Deadpool és a Rozsomák, beszélgessünk egy kicsit ilyen aktualitásokról. Láttatok valami izgit mostanában, amit meg akartok osztani? Vagy azért, mert nagyon jó volt, vagy mert azért, mert nagyon rossz volt? Hát én annyira nem fogyasztottam, ugye szokásomhoz híven az idei felhozatalt. Szóval már van a listámon, nyilván felkészültem az év végére, tehát már meg vagyok számügyileg. Már 10? Ó, hát már meghaladtam. Láttam már idén 10 idei anyagot? Ja. A kalappal. Ez igen. Büszke vagyok. Igen. Sokkal jobban állok, mint tavaly. Hát én pótolgattam, például a Dűne második részét néztem meg, mert már felkerült ugye a streaming szolgáltatókhoz. Meg hát ugye a Deadpool harmadik része után, tudom, előtte kellett volna, de a Deadpool 1-et, 2-t és a Logent gyorsan végigdaráltam. Én most az X-meneket kezdtem el nézni. Most megnéztem az 1-2-3-at, most vagyok a Logennél, szóval még hátra van, azt mondja 3-4-5. 16 film. Még 5 hátra van, de most azokat nyomom a Disney-n. Tehát hogy a Deadpool hatására mind a ketten elővettétek így a korábbi témákat, most egészen az X-Men első, az a 2000-es, 2000-ben jelent meg, igaz, az első. Az volt az első, igen. Az már nem mai csirke, az szép. Hát akkor én nem is mondom, de igazából a Twisters című film, hát azt te is láttad, Jos, moziba velem együtt. Hát hogyha valaki emlékszik még a 96-os Twister, tehát hogy egyes számban, annak egy ilyen, hát ilyen valamilyen folytatásszerűje, de igazából nem folytatás, mert nem reboot, valami a kettő között, annak az újabb része. Egynek elment, semmi extra, nem azt mondom, hogy mindenki szaladjon rá, de ha vasárnap délután nincs más, akkor egy Twisters, ilyen kis viharvadász, hogy gyakorlatilag ilyen kis jó kis kaland akció, de semmi komoly. Bepótoltam a Kingdom of the Planet of the Apes című filmet, ami már pár hónapja már kint van, úgyhogy az a legújabb része a Majmokból ül a sorozatnak, ugye ez már ilyen 300 évvel az utolsó rész után játszódik, úgyhogy nem sok előtudás kell hozzá igazából, újonszoknak is lehet ajánlani, nem volt rossz. Én még egyet mondok, amit néztem idén gyorsan, ez a The Eight Show. Nem tudom, vágjátok-e. Hát én szeretem ezeket a koreai Netflixes sorozatokat. Ez egy 8 részes, hát nem tudom, úgyhogy lesz a több évadban, de 8 rész, és 8 embert összezárnak egy ilyen játékba. Hát ilyen kicsit ilyen Squid Game feeling, de full a pénzért megy. És ugye olyanokat szednek össze, hát itt is az utcáról, akik tudod, ilyen már valaki öngyilkosságot kísérel meg, éppen megakadályozzák, és akkor limóba be felajánlják neki, hogy akkor lehet, nem mondják meg, hogy mit, de nagyon sok pénzért. És akkor, hát oké. És akkor 8 ember egyszer csak ott van. És ennek volt egy koncepciója korábban, azt szerintem én nem láttam, de tudom, hogy volt egy ilyen, hogy tudod, felülről indul a kaja, és akkor a legfelső szinten... Ez a Platform, tehát, ugye, című film, a spanyol Platform című filmre gondolsz? Igen, de az is egy valamilyen ötlet alapján. Szerintem nem az volt a kitalálója ennek az egésznek, de ez is része például, és akkor be vannak zárva egy helyre, és akkor nagyon gazdagok nézik, és akkor ahogy telik az idő, úgy pörög a lóvé. De hogyha unalmasak, akkor lemegy az óra, és akkor vége. Tehát, hogy izgalmakat kell csinálniuk saját maguknak, de nincs meghatározva, hogy mivel. Szóval így amúgy nagyon jól kitalálták szerintem, és tök érdekes.
és ahhoz képest nem is olyan hosszú, de ilyen egy óra egy rész, meg van egy 1 óra 20 perc, meg ilyenek is vannak, szóval olyan filmhosszúságúak, régi időket nézve, szóval tök jó, amúgy. Időközben nekem is eszembe jutott egy, a Society of the Snow, hogyha ismeritek, Netflix dokumentum jellegű film, tehát igazából megtörtént eseményt dolgoz fel, az 1972-es balesetet, amikor lezuhant egy gép, és ha jól emlékszem, 45 utassal zuhant le, és egy pár hónapig voltak fent a jéghideg Zord hegyekbe, ahol egyébként X ember, már nem emlékszem pontosan mennyire, de túlélte hónapokon át. Ez a Chilébe, az amerikai focis? Igen, ez az. De rugby, ha jól emlékszem, hogy amerikai focis, nem is tudom, de igen, az az. Szóval Netflixen ez fent van, megnéztem, nagyon tetszetős volt, szóval sikerült fenntartani a folyamat jelleggel a figyelmemet, voltak elég erős dilemmák menet közben, hogy te mit cselekednél egy ilyen szituációban, szóval morális kérdéseket pecegetett sokat, meg hát azért mutatott is dolgokat, nem ebéd előtt kellene megnézni ezt a filmet, de egyébként tényleg király. És tök érdekes, hogy amikor megnézed, és látod, hogy mi a vége, és akkor elolvastad az eredeti sztorit, és tényleg voltak túlélők. Úgyhogy azt hiszem 3 hónapot voltak, vagy nem is tudom már pontosan mennyit, de nem egy-két napot voltak azon a kis mínusz, nem is tudom, 10-20 fokos környezetben. Miket várunk még idén, ugye, amikor ez a podcast megjelenik, az augusztus vége, és akkor már mozikban van az új Alien film, a Romulus, amit szerintem mondhatom a ti nevetekben is, hogy ezt eléggé várjuk. Meg a legelső ilyen, nem is tudom, az X-en a régi lánykori nevén Twitteren már talán az első ilyen nagyon rövid, spoilermentes kis véleményeket lehet olvasni, és elég pozitív az így az első körös vélemény róla. Úgyhogy állítólag jól, azt is visszatérnek az első Alien film hangulatához. Úgyhogy szerintem erre az Alienre még lehet, hogy vissza is fogunk térni itt a TNG Podcast keretein belül. Ezen kívül viszont jönnek még idén hát ilyen horror vagy thriller témájú filmek. Egyet szeretnék kiemelni, a Speak No Evil című film. Ennek több feldolgozása is van, hogyha rákerestek a Speak No Evil-re, akkor 2024 tegyétek mögé, és onnan fogjátok megismerni, hogy James McAvoy látsz a főszerepet benne, ugye mindannyiunk által hőszeretett professzor X, és nem Stewart, hanem McAvoy, ugye tudjuk Deadpool óta. Szóval, hogy ő a főszereplő, és a sztori előzetese is van már. A sztori az inkább az, hogy a sztori a filmnek az, hogy egy család egy ilyen baráti házas párt meginvitál egy kis hétvégi kis vidéki házikójukba, ahol nyilván így egyre jobban elkezdenek kibukni a felszínre olyan dolgok, amik így wow, what the fuck, és ilyen pszichológiai horror téma ez is. Az ilyen típusokat én nagyon szeretem, például ugye Jordan Peele-től az első Get Out, amiről szintén volt szó a TNG Podcast keretein belül, az is ilyesmi téma volt, szerintem ez hasonló lesz, és McAvoy szerintem egy rohadt jó színész, sőt, meg azt is mondom, hogy alul értékelt, úgyhogy ő azért nagyon nagyokat tud dobni, mindenféleképpen kíváncsi leszek erre a filmre. Alien az mindenképp, az akár moziban nézősen, Joker, az is idén jön, és... Azt tudod ugye, hogy az musical lesz? Hát trailer alapján nem az jött le teljesen, és nem tudom mennyi százalékban lesz musical, szóval igazából lehet, hogy az gond. Ezt akartam mondani, hogy kritikákat mindenképp meghallgatnék belőle, hogy lássam, hogy egyébként hány százalék a musical, és mennyire Joker, de egyébként talán még az, és hát ha már most képregényekről beszélünk, akkor elvileg a Craven is jön ez évben, ami nem feltétlenül moziban nézős, majd kiderül, de hát ha sikerül végre most már egy jobb filmet csinálni a Sony-nak ebből a IP-ből, ami nála van még, meglátjuk. A Jokert azt biztos, hogy meg fogom nézni, de így, hogy ilyen nagyon musicales lesz, így hát...
remélem, hogy nem fogom végig szenvedni, mert nagyon-nagyon nem bírom ezeket. Illetve hát még azt hiszem, hogy idén fog jönni a Fuck You tanár úrnak az ötödik része. Hanyadik? Hogy nem tudom, negyedik. Tényleg? Nem tudtam, hogy összeállnak. Négy, nem tudom. De ez most egy ilyen spin-off epizód lesz, nem? De azt már megnéztük a moziba, mint előzetes, úgyhogy igazából azt már tudom. Szóval nem. Ennyi igazából. Lesznek itt még akkor súlyos filmek ebben az évben. Figyelj, Fuck You tanár úr, mi lesz az a címe? Nem, mindegy. Nem. Ami Chantel. A csajnak a neve. Na, akkor arra még vissza fogunk térni mindenféleképpen. De én azt mondom, hogy kanyarodjunk rá a mai témánkra, a Deadpool és Rozsomákra, amit már olyan jó, hogy így lehet mondani, a magyar címére gondolok, hogy Rozsomák, ugye itt elhagyták a farkas, de mindjárt erős lesz szó. Először egy gyors szinopszis, ugye van nekünk itt Deadpoolunk, aki hát éli békés életét, ami már kicsit összeomolva amúgy is, és itt megjelenik ugye ez a rejtélyes, nem is tudom, társaság, a TVA, Time Variance Authority, és hát ők próbálják besorozni, hogy felvenni őt a sorai közé, hogy segítsen már megmenteni a multiverzumot, mert hogy az övében valamilyen ilyen horgony entitás így megszűnt, meghalt, és akkor most összeomlik az övé, de őt azért kiemelik, mert milyen jó arc, de aztán nyilván ez nem egyre egyszerű, Deadpool meg akarja menteni a saját univerzumát a szeretteivel együtt, amihez szüksége lesz egy lendő barátra, Rozsomákra. Szerintem ebben a színasztizsus is feltűnt, hogy a filmnek nem a története az erőssége, de ha nem a történet, akkor micsoda? Szerintem teljesen egyértelmű, hogy mi a filmnek az erőssége. Ez el is hangzik ugye a filmben, amikor konkrétan kijelenti, hogy ő Marvel Jesus, tehát hogy minden olyan dolgot elhozott konkrétan a vászonra, amire emberek milliói évek óta, hosszú-hosszú évek óta várnak. Tehát, és gyakorlatilag a sztori az nem is számít, szerintem. Hogyha ezt egy trilógia záró darabjaként kéne értékelni a Deadpool 1-2 után, akkor mit gondolsz róla? Merőben eltér az 1-2-től így újra nézve, és az a merőben azt mondják kifejtem. Az 1-2-ben sokkal inkább az érzelmi vonalat és a sztorit próbálta meg valamilyen szinten hozni, vinni a hátán a film, mind a két film egyébként. És nem volt ennyire elrugaszkodott, és itt most az elrugaszkodott alatt azt értem, hogy a háromban a sztorit elengedték a komolyságot, nem egy lehart, ugye az egyben egy leharcolt katona, vagy egy ilyen zsoldos, aki szenvedés, rákkal küzdés, stb. És ezt szerintem a film végéig ezt tartotta, ezt az érzelmi főszállat, és kicsit ilyen komoly próbált lenni. Na, hát a háromban ez full ketté vágja, azt mondja, hogy sztori nem érdekel, nem nincs komolyság, csak akció, vígjáték, és semmi több. És ez kellett szerintem, hogy ez egy nagyon jó film legyen, és nagyon-nagyon-nagyon jól áll neki, szóval, hogy a poén szintek, vagy amilyen szintű, vagy jellegű poénok vannak, tehát megtalálja azt, aki szereti, hogyha a Marvel fikázásról van szó, amit most ugye szemben egy kicsit a Marvel, ezt hallani fogjuk, látni fogjuk a filmben, hogyha más filmekhez kikancsítjuk, és azt szeretjük, az is, hogyha az ilyen nagyon szexista jellegű poénokra van szó, az is, hogyha csúnya beszéd és káromkorás tetszik, ez is. Tehát, hogy nagyon sokfajta jellegű poént kapunk, és szerintem mindenki megtalálja magának a kedvenc stílusát, vagy amit szeret, és ebben nagyon kiemelkedő. Továbbá ugye nyilván, hogy beépült már az MCU világába a harmadik film, ezzel is szerintem azoknak a Marvel fanoknak, akik végigkövették a teljes Marvel film MCU világát, és a szenvedését, és a jó dolgokat is, azoknak szerintem megszállítós ez a film. Tehát, hogy az első Deadpool film, ami az MCU része, ez önmagában jót vagy rosszat tett a magának a filmnek? Ez kicsit kettős. Ha nem láttál még egy darab MCU-s filmet sem, vagy az összeset, inkább így fogalmazok, akkor nem biztos, hogy az összes utalást és mindent fogsz érteni a film során. Nagyon-nagyon-nagyon kell
az, hogy lásd az előzményeket, és már nem csak a filmekről beszélünk, hanem a sorozatokról is. De ha ezeket láttad, akkor viszont nagyon sok extrát kapsz a filmtől. De ez nem gondolom, hogy ez az a film, amit a Marvel legtöbbször ugye elütött, hogy be tudsz menni a moziba, úgy, hogy egyébként nincs fogalmad az univerzumról, nincs fogalmad a filmről, és jól tudod érezni magad. Itt is megvan ez egyébként, de ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok extrát kapsz, hogyha láttad az összes Marvel filmet, és az összes sorozatot, és az összes alatt az összeset érted, nem csak az MCU által generált és kreált filmekre gondolok, és sorozatokra, hanem mindenre. Tehát mertek ugye itt még nagyobb crossovereket csinálni, és easter egg-eket beletenni. Én azt mondanám, hogy Marvel fanoknak nagyon jót tett, hogy ez bekerült az MCU-ba, és egyébként valószínűleg budget szempontjából is, meg a jövőbeli tervekkel kapcsolatban is szerintem jót fog tenni, vagy jót tett neki, de aki semmit nem tud az univerzumról, annak egy kicsit kuka lesz az egész, hogy nem tudja majd hova tenni, és ez most mi, vagy ki ez, vagy mi történik, vagy miért vagyunk is sztoriban, ami ugye beszéltük, hogy nem egy erőssége a filmnek, de akkor is nem fogja tudni hova tenni a dolgokat. És Jos, te mit gondolsz, hogy például aki mondjuk látott már azért Marvel filmet, de mondjuk nem lát mondjuk a Loki című sorozatot, mondjuk annak is inkább az első évadát, akkor az mondjuk milyen hátránya indul, az is tudja olyan szinten élvezni, mert nyilván sok poén van, szóval van, ami jön, van, ami átjön, van, ami nem. Ugye erre most már nyilván sokat beszéltünk róla, és említett, hogy most az MCU hátránya is ugye egyben, hogy már ekkorára dúzzadt, hogy az előzmények tudása nélkül mennyire könnyű már felvenni a fonalat, és igen, amit említetted, hogy a filmek már a sorozatok is ott vannak, amik szintén dőlnek. Hétvégén kaptam a kérdést, hogy láttam-e már a filmet, és mondtam, hogy igen, és kérdezték, hogy érdemes-e megnézni, meg hogy mennyire volt jó. És mondtam, hogy hát nagyon király volt, és mindenképpen érdemes megnézni, mármint kiadni érte a pénzt moziban, nyilván itt erre értettem. És az volt az első kérdésem az úriember felé, aki ezt kérdezte, hogy látta-e a Loki-nak a két évadát, és mondta, hogy igen, na mondom, jó, akkor annyira nagyon nem lesz gáz, mert nekem valamiért talán az érződött a legjobban, hogyha Loki-val képben vagy, akkor nagyjából itt is képben leszel, de lehet csak azért, mert ugye a helyszín az egy olyan választás volt, ami ugye a Loki második, vagy első évadának a végén is. A Void. Void, igen, hogy nagyon jelen van, meg hát ugye a karakterek benne, akik ott megjelennek, azok miért jelenhetnek meg ott. Tehát azt szerintem mindenképpen látni kell hozzá. Abban Lalinak szintén igaza van, hogy olyan embereknek, akik annyira nincsenek képben az MCU filmekkel, sőt, hogyha nem is láttak régebbi Marvel filmeket, amik még a nagyon régi Marvel filmek a Marvel Enterprise alatt futottak, vagy csak ilyen kóprodukcióval jöttek ki, azok nem biztos, hogy fognak látni benne annyi, vagy fognak benne találni annyi élvezetet, mint egy olyan igazi fan. Ugye 2000, hát ugye most már így retrospektívben nem, most már minden MCU, tehát, hogy most már az első MCU most már film... Most nincs Fox, nincs Sony. Az első MCU film az a Blade, Wenge, 90... Hát igen. Igen, igen, de hogyha úgy nézzük, hogy az első MCU-s film az a 2008-as Vasember, és akkor végülis ami azelőtt történt, vagy készültek, ugye Fantasztikus négyesek, X-Menek, Wenge, Elektra, Daredevil, azok ugye eddig nem voltak, de mondjuk azokat, aki nem látta, vagy nem látta, vagy még fiatal is azután született, azoknak itt a karakterek nagy része nem nagyon lesz ismerős. Igen, egyébként igen, de ez durva meg, hogyha belegondolsz, akkor most olyan ehhez a filmhez kell lenni egy 25 pluszos korosztálynak legalább, aki mondjuk már élt akkor, amikor ezek kijöttek, és meg is nézte őket, mert most nyilván, hogyha most veszel egy, mit tudom, egy mai 18 éves embert, aki mondjuk szereti a Marvel filmeket, az nem feltétlenül megy vissza a nagyon-nagyon régi Marvel filmekhez, amik esetleg akkor vagy még korábban jöttek ki, mint amikor ő született. Tényleg ahhoz nagyon nagy fannak kell lenned, hogy
az összes Pengét, meg a Bűnszar, Elektra, meg Daredevil, Ben Affleckes Daredevil, tehát hogy ezek nosztalgia faktor és gyerekkorunk, akkor kezdtünk el filmeket nézni, 90-es évek vége, 2000-es évek, de azért ezek egy része kurva szar film volt. Mondjuk nekem inkább jó emlékeim vannak ezekről, mint rosszak. Azért ezt tegyük hozzá, bár én az Elektrát azt nem néztem. Nyilván ismerem a karakter, de tudom, hogy ki játszotta. Tehát a filmvászon felismer, átjött minden, nem arról van szó, de azért a Penge filmek például, az nagyon nagy nosztalgia. A Penge 2 az jó. Én azokat rongyosan néztem. Tehát szerintem a Penge filmeket darabját megnéztem minimum, hát 10-szer biztos láttam őket. Pillanatos, amíg ha Loki-ra visszamegyünk, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy kell a Loki ahhoz, hogy jobban értsd, gondolva abba bele, hogy az összes Marvel film a vége felé már ilyen teleportálás, időutazás. Ide megyek, oda megyek, ugye a Deadpool 2-ben Cable-nek ugye hozta a kis időugrós képességét. Tehát igazából nem biztos, hogy kell szerintem az, hogy értsék az emberek, hogy most hol vagyunk, mint vagyunk. Szerintem ugyanaz a confusion van, hogy nem biztos, hogy tenni különbséget, hogy Loki, vagy egyébként az összes MCU film, hogy kell valamelyik hozzá, hogy jobban értsd és jobban el tud helyezni. De ez csak ilyen saját vélemény. Egyébként, ha már a nosztalgia, szerintem akkor, ha kis csikók voltak az emberek, mint mi, és úgy látták a Blade-et, és egyébként a Daredevil-et, és az összes mindent, amit beledettek, nekem akkor azok tetszettek. Nyilván a mai fejjel, egy mai MCU világában már gagyik vagy rosszak, de hogy akkoriban ezek voltak a legjobb képregényfilmek. Tehát, hogy ha így nézzük, akkor pedig tök jók voltak akkor, és azt mondhatod, hogy új, egy képregényfilmet látok, és már ott van a vászon, és tök jó akciódús, és láthatom végre a képregényből megjelent kis karakteremet, egy élő szereplős, igazából nagy sztárokkal, mert hogy nagy sztárok vették, ugye, vagy öltötték magukra a szerepet. Ilyen szempontból szerintem jó. Igen, visszatekintve már most így nem állják meg a helyüket. Nyilván outdated technika, a sztorik is nyilván olyanok, aminek, de hogy egyébként a Marvelnél is ugyanez van a mostani MCU-nál is, hogy a sztorik olyanok, amilyenek. A CGI az sokkal jobb lett, és jobban egyben van az egész. De nem mind ez igaz, nyilván, de hogy egyébként én is a gyorsan értek egyet, hogy nem biztos, hogy úgy tekintek rájuk vissza, hogy azok rosszak voltak. Most már utólag igen, már nem nézném őket újra, de így nekem is jó élmény volt akkor ezeket látni, így elsőnek. De szerintem csak technikailag egyébként, tehát maga, hogyha önmagában nézem. Sok dramaturgia történet, tehát hogy nem azért, nem, voltak jobbak köztük, és mondjuk, tehát mondjuk az Elektra az egyik véglet, de mondjuk egy Penge 2, az szerintem az nagyon jó volt. Mondom, hogy ott például a színészi alakítással szerintem semmi gond nem volt. Mármint, hogy nekem full átjött például a Penge 2. Tehát nem, ott nem volt az, hogy hát ez cringe, meg ez gagy. Nem, az a Ben Affleckes Daredevil, igen. És ahogy említetted, hogy nem volt gond a színészjátékkal, ilyen szempontból nem, de ugye, mint tudjuk, Wesley Snipes ő nem volt hajlandó szerepet eljátszani már a vége felé, és ugye van ugye ez a tipikus jelenet, amikor fekszik, és kinyitja a szemét, nem is emlékszem már pontosan, hol fekszik, de hogy CGI volt a szememben, az a paraszt nem nyitotta ki a szemét, meg ilyen apróságokat vétett, úgymond, tehát ő már leszarta, meg drogozom, mentve, meg stb. Szóval voltak azért ott gondok, csak más jellegű. Ugye a Penge 3-ba volt az első képregényes szerepe Reynolds-nak, ha jól tudom. Igen, szerintem is. És ott már ugye eljátszott egy Hannibal nevű karaktert, utána ugye jött még... Hannibal King. Hát ugye a Deadpoolok mellett ugye a Green Lantern, és ugye ők igazából ott gondolom onnan ismerik egy más Wesley Snipes-szal, és akkor ő ennek ellenére, vagy nem tudom, gondolom az út, már nincs harag, és akkor most ő is beugrott. Na de elkanyarodtunk egy kicsit, térjünk vissza magára a Deadpoolra, Deadpool és rozsomákra, a filmek az erősségeit azért, akkor legyen ez is igazából összeszedve egy ilyen kis blokkba, amik szerintem, amikor működik a film, akkor azért működik, mert jók a poénok. Nem tudom, hogy
nem tudom, hogy például maga Reynolds, mert tudom, hogy producerként ott van, és talán íróként is. Így van, íróként is. És nem nagyon fogták vissza magukat, és tehát, hogy nagyon mindenre lőttek, tehát, hogy rengeteg utalás. Itt, olyan research volt, hogy megőrülsz. És ezt akarom is kérdezni, nem tudom, hogy szerintetek ez már egy ponton túl nem-e kontraproduktív, hogy egyszerűen annyi mindent kell ismerned. Szóval ugye a film Deadpool ugye önmagára reflektál, ezt már ugye megszoktuk, már az első két részben is kiszól a nézőknek. Oké, saját filmére reflektál, az MCU mint nagyobb egészre is reflektál, hogy hát bocs, hogy már a lejtmenetbe kapcsolódtál be, és a való életre is, tehát hogy Hugh Jackman válásával is poénkodnak, és tényleg így kb. Minden. És akkor egy jelenetben mondja, hogy Feige, Kevin Feige, ugye Marvel atya úristene, hogy ő mondta, hogy hát ugye, hogy a kokaint azt ne, és hogy de nem, meg úgy nem is lehet, és akkor jó. Szóval durva, és hogy igen, tehát hogy a kérdés igazából az, hogy annyi mindennel kell képbe lenni, hogy Hugh Jackman válásától kezdve, hogy mi történt az első X-Menbe, hogy ez már, tehát ez már nem sok, vagy ha egy-két poénról le is marad a néző, nem baj, mert már egyből jön a második, vagy a következő. Egyébként megfordítom, hogy például a válásról nem feltétlenül tudtam, de így már érdekel, és megnézem. Szóval, hogy én megfordítom olyan szempontból, hogy a sok poén így már egy kicsit fel is kelti az érdeklődést talán, hogyha szereted az színészeket, meg így az egész univerzumot, hogy meg így a kikacsingatásokat, hogy ezeket megnéz. Például ugye a Mad Max Furiosa jellegű utalás is van, azt kellett lásd, hogy egy poént élsd, vagy talán kettőt, lehet, hogy többet is. De hogyha nem láttad, akkor lehet, hogy ez arra sarkalja egyébként a nézőt, hogy megnézze is elővegye ezeket a filmeket, de egyetértek, hogy nagyon sok mindennek egybe kell lenni, és tényleg nagyon sok mindennel, és szerintem ezért kell kétszer nézni majd, hogy ezeknek a dolgoknak, hogyha esetleg utána néztél, vagy úgy érzed, hogy új valamiről lemaradtál, akkor ezeket jobban megértsd. Én nem éreztem soknak, de lehet, hogy pont azért, mert ahogy mondtam, az összes Marvel filmet már végigkövettük, meg a Furiosát láttam, meg egyébként egy csomó másik dologgal, ami ugye poénként elsült, ezekkel tisztában voltam, vagy vagyok. De igen, hogyha, ahogy beszéltük is, hogyha egy olyan emberke vagy, aki ritkán jár moziba, évente egy filmet nézel, hát el lesz elveszve a sok utalásban és a sok poénban. De abban is van valami, amit mondtál, hogy mire feldolgoznád az egyik poént, már jön a második, és lehet, hogy már inkább nevetsz a másodikon, amit értesz, és egy kicsit gyengébbnek érzed az előzőt, de nem baj, nem zavar, mert már ott van rögtön az új döpping az arcodba. Van az a fajta ember, aki azért ül be egy ilyen filmre, mert nem feltétlenül Marvel fan, de bejön neki a stílus, tudja, hogy mire számít, mert látta az egyet, látta a kettőt, és mondjuk ugyanazokért a típusú poénokért ült be. Aztán van az, aki ugye Marvel fan, nem feltétlenül csak a poénok miatt, de mondjuk látni akarja, hogy mit tudnak mutatni abból, amit egyébként már nagyon vártak az emberek, és ugye ez a fanservice része, és akkor van az, aki pedig ennek a kettőnek a kombinációja, szóval igazából bárki is nézi a filmet, biztos, hogy a filmnek az egyharmadát biztos, hogy élvezni fogja. Nem egybe, de részletekben, tehát hogy úgyis úgy fog kijönni a filmről, hogy bazd meg, ez jó volt. Még hogyha a nagy részét nem is értette, vagy nem is feltétlenül tetszett neki. Update majd mindjárt kisegít ez, de hogy nem sok olyan film volt ezelőtt, a Deadpool előtt, ahol a Force volt, áttörték, és azt mondta, hogy beszél a kamerába, és viccelődik ilyen jelenlegi dolgokkal, kiszól a karakterhez, fricskázza a nézőt is. Talán a Deadpool volt az, aki ezt így, lehet, hogy már voltak előtte, de hogy ő volt az, aki ezt felkapta, ezt a zsánrát, és szerintem erre vágytak az emberek a kettőben is, és ugyanerre vágynak a háromban is, hogy egyébként ez a jellegű poén is megjelenjen. Persze volt már előtte, ez létezett. A Meglógtam a Ferrarival című filmre ugrott be például, Matthew Broderick-es filmünk nagyon fiatal volt, és ott nagyon sokszor kikacsingatott, csak azért is mondom, mert konkrétan, ha még arra emlékeztek, a Deadpool első részének a
egyik after credits, vagy legutolsó after credits jelenet, amikor kijön egy ilyen piros-fehér csíkos köpenybe, és akkor ott mondja, hogy menjetek már, vége van. Na, azt a jelenetet, az konkrétan abból a filmből, annak a filmnek a végén is volt egy ilyen jelenet. Szóval igen, ez már létezett, de biztos vagyok benne, igen, hogy ez igaz, hogy aki már ismeri ezt a karaktert, az tudja, hogy mire számít, és pontosan ezért ül be. Ryan Reynolds-nak a kéznyomata mennyire van benne. Ugye íróként, producerként és sztárként is szerepelt ebbe a filmben. De ezt lehet tudni? Az IMDb-n, ami fent van, az íróként van, de mármint, hogy mennyire az, hogy mennyire beleszólni. Nem tudok százalékokat, de hogy azért érzem benne a kis kézlenyomatát, mert én elkezdtem nézegetni különböző ilyen Hugh Jackman-nel való fellépésüket, és akkor próbálják promózni a filmet, vagy már ilyen after dolgokról beszélgetnek, ilyen kis sneak peek, meg mindenféle hasonlót is. Hát Ryan Reynolds-ot, aki ismeri, vagy találkozott egy-egy videóval fenn az interneten, ő valóságban is elég Deadpool, eléggé fossa a szót, mindig valamire impróz, mindig poénkodik, mindig próbál kihozni az emberből egy kicsit ilyen szurkálódás jelleggel, tehát kicsit beledöv, de amúgy annyira nem is viccesen hozza ki, és egyébként Deadpool is ilyen, csak egy kicsit morbidabba, és hogy nagyon érződik, hogy az ő karakter, mármint ez a Deadpool, mint olyan, ez Reynolds maga valamilyen szinten. És azért gondolom, hogy ő neki a kézlenyomata nagyon benne van, mert tényleg az interjú során is azt láttam, hogy ő Deadpool. Még ami Hugh Jackman, ő egy teljesen más a valóságban, vagy legalábbis amikor ilyen interjúkat láttam, vagy ilyen különböző Kimmel Show, meg ilyesmiket, ahol ő egyébként csak szinte szakadt a röhögéstől Ryan Reynolds-nak a viccein, és néha-néha ő is egy-két vicces hozzászólása volt, és egy-két komolyabb hozzászólása, és nagyon jó a kettőjük közt a kémia az összes interjúban, meg egyébként a filmben is, de én úgy éreztem, hogy Reynolds az Deadpool maga, és szerintem ezért gondolom azt, hogy amúgy ilyen író szerepben is nagyon sokat beleszólhatott, vagy lehet, hogy impróztak is sokat. Cameo Tsunamival találkozunk a film alatt. Biztos valaki valahol ezeket összeszámolták, én nem tudom most megmondani, hogy hány ilyen cameo-val számol, vagy hány cameo-val bír a film, de hogyha egyet lehetne választani, akkor ki volt a kedvenc, vagy a legváratlanabb, vagy legnagyobb meglepetés a filmben. Például Lady Deadpool, az Blake Lively volt, ugye, Ryan Reynolds-nak a felesége, és még a gyerekét is behozta az egyik szerepbe, az egyik kisgyerek Deadpoolt, ő játszotta, még talán a babát is, ha jól tudom. Kit még Poolt, őt játszotta? Igen, a Kit Poolt, meg ha jól tudom, még a Baby Poolt is a legfiatalabb gyerkőc. Akkor várj, csak pont erre csatlakozva még egyel tovább emelném a mate szintjét, ugye, hogy Deadpoolnak a, és akkor a szinkront is behozzuk, a magyar hangja Nagy Ervin, akinek a felesége Orbé Alexandra, és ő szinkronizálta Lady Deadpoolt. That's nice. Szóval, hogy ilyen apróságokat is, tehát, hogy Reynolds, ő berántotta a feleséget, berántotta a gyerekeit, azért mondom, hogy szerintem nagy kézlenyomata volt a fiúnak, meg egy, amennyire én tudom, Jackman is ő győzkedte, hogy ő gyere, jó lesz, már a Deadpool egy. Igen, az már nagyon régóta. Igen, a Deadpool után, tehát amikor kijelentette Jackman, hogy befejezte, három napra rá, igen, és akkor ott a Deadpool és egy csomó utalás, és akkor így, azt mondja, ezt elbasztam, és hát igazából nem csak sokat kellett rá várni, de én olvastam régen egy olyan interjút is, hogy, vagy valamilyen cikket, hogy Reynolds rendesen átment hozzá, ugye ők nagy barátok már 10 éve a Wolverine óta, amikor X-Men Origins. Igen, Origins amikor együtt szerepeltek, azóta nagy barátok, és hogy átment hozzá házán, hogy gyere, jó lesz, csináljuk, jó lesz, és szerintem sok ilyen tervet ott már lefektettek. De egyébként, ha egyet kéne választani, és hogy visszakanyarodjuk a kérdésedre, hát nekem Chris Evans volt a kedvenc, de azért, mert elhitették egy percig nagyjából, vagy egy fél percig, hogy Captainként jön vissza, és kicsit ilyen hideg, kirázós volt, hogy elengedtem azt a történetet, amit beszéltünk is, hogy már nem lehet meghalni, és bárki visszajöhet. Ettől tekintsünk el, mert képregényről van szó, multiverzumról van szó, mit tudom én, tehát, hogy bárki bármikor visszajöhet. De hogy megjelent, és azt hittem, hogy Captain-t látom újra, ilyen liba bőr végig, hogy hú, ez kemény, lehet, hogy csak egy kicsit fogom látni, de látom, és hát nem ő volt, hanem Johnny. De hogy
így is jó volt. És nem csak, hogy jó volt így, hogy egyébként nem azt a karaktert kaptam, hanem amilyen szerepet játszott ott is Chris Evans, meg amilyen after credit színnél is láttuk, hogy még végigtól. Szóval ő is egy kicsit viccesebbre vette a figurát, hogy sokkal jobban beleéljen a Deadpoolba. És jó volt őt így látni, és nem ebbe a komoly Captain America szerepben. Szóval ha egyet kéne választani, én talán őt mondanám, ő az én választásom. Nekem egyébként a legnagyobb ez egyértelműen penge volt, hogy igen, azt mondtad, hogy valószínűleg már ugye béke van köztük, tehát annó a penge 3-nak a forgatásán valószínűleg voltak ugye összetűzések a színészek között, leginkább ugye Wesley Snipes miatt, és hát ugye börtönbe is volt, meg... Kis adócsalás, na, bum. Hát voltak dolgok, igen. Nekem az a kérdés, hogy hozták ide be? Igen, hogy ugye kérdés az, hogy meddig tartott ez az úgymond harag, tehát hol volt az a pillanat, amikor végül le tudtak ülni, beszélni, és meg tudták tárgyalni ezeket a dolgokat, hogy oké, figyelj, te most bejössz a filmbe, és amúgy elmondhatod azt a sort, hogy gyakorlatilag egyetlen penge létezik, és fog létezni ever. Igen. És ezt mindenkinek a tudtára adhatod nyugodtan. Tehát gyere! És akkor valószínűleg már csak ezért is elvállal, vagy nem tudom, hogy olyan dolgok lehettek itt a háttérben, egészen hihetetlen. És ezt így egyszerűen besétál, egy pár jelenetet lenyom, ezt elmondja, és te meg csak így ülsz a moziba, és így tátod a szádat, hogy mi? Ez is az kell, ugye, hogy szegény Maharsala Ali féle penge is készülébe van, nem tudom, 5 éve, és sehol nem jár a projekt. És igen, aki ezt tudja, annak még egy szinttel nagyobb a vicc, de hogyha nem tudod, még akkor is tud működni, és ja, szóval eléggé elég. Hihetetlen. És ugye, oké, megjelenítették a karaktert, nyilván látszott rajta az a 20 év azért, de azért mégis lehozta. És hát most nem tudom, hogy azért, mert nem szabad ilyenről beszélni, vagy nem szabadott ilyenről beszélniük, de azért feltételezhető, hogy itt már azért nem voltak olyan gondok, mint annó a filmek trilógia forgatásán, hogy valamit, mert végül is ez nem az ő film, ő csak beugrott. Egyet kellene válaszom, akkor én akkor megemlíteném, mert hát már muszáj, nem hagyhatom ki, Henry Cavill Wolverine-jét, aki viszont tényleg csak körülbelül 6,5 másodpercig, illetve hogy addig se látszódik, de innentől kezdve elmondhatjuk, hogy most már nem csak Hugh Jackman alakította, bár ugye az Origins-ben is egy kis gyerekszínész is alakította, mindegy, szóval láttuk Henry Cavill Wolverine-jét, és hát nem volt rossz. Metautalás, mivel még nem volt elég a filmben, arról mit gondoltak, hogy az egész ugye ez a void, ahova bekerültek, hogy talán a veremnek fordították a magyar verzióba, ugye hogy gyakorlatilag azokat a karaktereket láthatjuk a filmben, akik hát valamiért a saját univerzumukban nem passzoltak bele, onnan kitaszították, meg kinyírták őket, és akkor ugye elkerülnek. Ezt ugye a Loki nézői már jól tudják, de itt most a Deadpoolban is elmagyarázzák, és akkor úgy ugye lehet azért egy ilyen párhuzamot, analógiát felfedezni az MCU előtti filmekkel, azok az X-Men filmekkel, meg Daredevil, meg Elektra, amiket már említettünk, amik már kicsit ilyen, tudod, hát ilyen ott porosodnak a doboz alatt, már senkit nem érdekelnek. Legjobb példa erre a Channing Tatum által játszott Gambit, soha el nem készült Gambit filmje, és ő is azért annó nagyon sokat lobbizott, hogy abból legyen valami, és hát a végén hol találja magát? Hát a Voidba, meg a Deadpool 3-ba, tehát hogy itt azért egy ilyen párhuzamot is vélek észrevenni, ami megint csak ad egy ilyen kis extra ízt az egésznek. Ők is jobban vannak egyébként, nagyon-nagyon régóta is ismerik egymást, meg róluk is vannak fent olyan képek, amik ilyen 10 évvel ezelőtti komikonról vannak, és Reynold posztolta is, el most nem tudom, hogy Threads-en, vagy X-en, hogy mennyire nagyra tartja
egyébként őt, meg hogy mennyire szerette volna, hogy létrejön ez a szerep, már így önmagában. Szóval tök jó, amik így hát így egyes színészekkel ilyen kapcsolatot ápol. Egyébként nagyon sok külön poszt született ilyen részletesen az egyes színészeknek a kapcsolatáról, ami vele van, hogy milyen szerepet játszottak a filmben, meg hogy mennyire örül így kávé mindenkinek, hogy ott van. Szóval, de a Tatumos kapcsolat, az is egy ilyen kicsit ilyen különlegesebb egyébként. Szinte biztos, hogy itt is megint Reynoldsnak volt a keze benne, hogy behúzza. Ő egyébként tényleg annyira elszánt ezzel az egész karakterrel, azt nem tudom, tudjátok-e, és akkor ez is egy ilyen kis background info, hogy a Deadpool 1-ben ott a fizetésről, nem tudom, hogy 100%-ban lemondott-e, de hogy kevesebbet kért, vagy kevesebbet kapott, csak hogy szülessen meg a film. Tehát a legelső filmet ő annyira nyomta, hogy annyira gondolta, hogy ezt meg kell csinálni, hogy még a pénzt is odébb tette, ő nem nagyon érdekelte az, hogy mennyit fog kapni, és elméletileg, ez ilyen, ezt is egy interjúban láttam, hogy ami kikerült, tudjátok, az első jelenet a Deadpoolból, ez a autós jelenet. Ez már előtte. Legeslegelején, az már előtte kiment. Hát az már létezett, igen. Igen, de hogy az kiszivárgott, és elméletileg Reynoldsnak volt köze a szivárgáshoz. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy ő sem mondta azt, hogy ő szivárogtatta, azt mondta, hogy volt köze hozzá. Tehát, hogy annyira akarta ezt a filmet, ezt a szerepet, és hogy megvalósuljon, hogy ugye ilyen dolgokat is csináltak, és az érződik szerintem a háromban is, hogy mindenkit összerántott. Mindenki, minden barátját próbálta behúzni, akit csak ismert, akivel voltak elvarratlan szálok a Marvel Universumban, mindent megpróbált, hogy jó legyen ez az egész. Volt egy ilyen közös, hát ez is ilyen, egyébként ilyen promóciós videó, Hugh Jackmannel, meg Reynoldszal, hogy a hazugságvizsgálatnak kérdezte, hogy volt-e bármi közöd ahhoz a leakhez, és akkor de először nem válaszolt. És akkor mondta, hogy talán egy kicsi. Kis gerilla marketing az mindig jól tud jönni, és hogyha már pénzügyi adatok vagy bevételek, akkor hát fel kell tegyem a kérdést, hogy eljött a Marvel Jézus megmenteni az MCU-t. Tavaly a hangya és a Quantum Mania kapcsán erről beszélgetünk hosszan Lalival, hogy kritikailag, mint pénzügyileg azért már nem úgy teljesít így a Marvel vonata, mint ahogy mondjuk a korábbi években. És ezzel szemben ugye most megérkezett a Deadpool 3. Jelenleg ez úgy áll, bár ezt még augusztus közepén vesszük fel, úgyhogy mire kimegy ez a podcast, már biztos, hogy többet fog hozni, de már most átlépte az $1 milliárd világviszonylatban a bevételeket. Egyetlen egy film, a Joker első része hozott csak többet az R, az a 18 pluszos besorolású filmek között, de a napokban ezt meg fogja dönteni, szóval valószínűleg ez lesz a világ legnézettebb R besorolású filmje. Szóval ja, igen, a kérdés adott, hogy eljött a Marvel Jézus, és megmenti az MCU-t, vagy ez csak egy fecske, nem csinál nyarat? Egyik film sem volt az Endgame és az Infinity War saga után, egyik film sem volt annyira kiemelkedő. Ez viszont hozta azt a szintet, és megérdemelt azt a szintet. Azt nem mondanám, nem gondolom, hogy ez most kimenti őket a szarból, mert az akkor mentené ki, hogyha most már ilyeneket csinálnának, és ugyanezt a szint próbálnák meghozni, de kellett már. Szóval, hogy mi is már nem biztos, hogy minden egyes Marvel filmet elmentünk moziba megnézni, nem biztos, hogy ugyanolyan lelkesedéssel mentünk ezeket a filmekre és a sorozatokat, mennyire vártuk, ahogy kijöjjön a Disney-n vagy bárhol. Ez a film, ez elérte ugyanazt, tehát hogy már csak tudtuk, hogy jön, még nem néztünk trailert, de már éreztük, hogy ez jó lesz, és jó lett, szóval, hogy kellett ez, hogy bejöjjön, és látszik a számok adatokon, hogy egyébként mennyire jót tett ez a film a kis Marvel büdzsőjének. Hát csak ilyet kérünk a következőkben is, meg hát ezenek a folytatását is, mert az ebben még van potenciál szerintem. Állítólag olyan 1,3-1,4 milliárd dollárt jósolnak zárásnak. Gondolom, mielőtt kimegy streamingre, tehát a moziból. Az a baj, hogy az utóbbi időben annyi sok szart kiadott a Marvel,
hogy biztos, hogy tehát így ebből a szempontból megmenteni nem fogja nyilván. Egy iránymutatást adhat, hogy amúgy, figyeljetek már, tehát lehet jót csinálni így is, szóval ilyen irányba is el lehet menni, de önmagában szerintem mondjuk, hogy kiegyenesíti egy kicsit a lejtőt, szerintem, de nem lesz megváltás, viszont mindenképpen hiánypótló. Hogyha nem ő, akkor viszont lehet, hogy egy régi új arc fogja megmenteni az MCU-t, aki nem más, mint Robert Downey Jr., akit ugye visszahoznak Dr. Doom, Fatum doktor szerepében, ez már egy pár hetes hír. Ahogy így olvasgattam és beszélgettük, szerintem megosztó a dolog. Vannak, akik nyilván nagyon örülnek neki, hogy visszajön Robert Downey Jr., és hogy újra láthatják. Az egyik, hát nem az egyik, inkább azt mondom, hogy a Marvel központi karakterét. Nyilván az Endgame-es búcsúja óta, vagy a búcsúja miatt ez nagy meglepetés. A másik oldal meg azt mondja, hogy hát ez egy nagyon nagy kapkodás, és jajveszékelés lehet a Marvel részéről, hogy egy ilyet meghúznak, hogy volt már rá példa, ugye színész cserékre, és olyanra is volt, hogy egy színész, itt van Reynolds, ugye maga több karaktert is már eljátszott, de ilyen szintűre még nem, és ja, a kérdés az, hogy ez jó döntés volt szerintetek-e Robert Downey visszahozása, vagy ezzel be fognak fürödni? Ez valószínűleg egy ilyen kétségbeesett döntés, ami még azelőtt született, hogy kijött volna a Deadpool. Nem, egyébként a kettőnek nincs köze egymáshoz, valószínűleg. De hát ugye van az az opció, amikor ezt el lehet fogadni, vagy van az a helyzet, amikor ezt el lehet fogadni, mert hogy én konkrétan nem olvastam, nem láttam, de állítólag van egy olyan univerzum, amelyikben ugye Vasemberből lesz, vagy legalábbis Tony Stark karaktere válik Dr. Doom-má. Tehát ha így nézzük, akkor el lehet fogadni. Valójában, amikor ugye a Comic-Conon ezt így előadták, akkor nyilván mindenki meg volt őrülve. Nagyon próbálom kerülni a spoilereket, ezt nem sikerült, próbálkoztam, de ez mindenhol ott volt, a világra ki lett hegyezve. Ez a hír, szóval, hogy ki lett téve, beleszaladtam, láttam. Az, hogy jó döntés volt-e, ugye azt kérdezted, szerintem too early to tell, nagyon nehéz ezt még megmondani így előre. Én azért fogadom ilyen, hát kicsit vegyesen, de próbálok pozitív lenni, mert ahogy mondtam, képregény, meg univerzumában vagyunk, bármi megtörténhet, bárki lehet bármi, bárkiből lehet bármi, valaki egyszer lehet gonosz, ugye a Captain America is volt, amikor Captain Amerikával harcolt, mind a kettő jó volt, de ugye ott is az se volt fura. Itt is úgy gondolom, hogy tud nem fura lenni az, hogy Downey, és amit mondott Jos, van egy ilyen képregény széria, ahol egyébként ő lett Dr. Doom, hogy abból merítenek, vagy abból hoznak valamit össze, és nem biztos, hogy meg kell magyarázni, sőt, ezt akarom amúgy elkerül, vagy ezt kerülném én a helyükbe, hogy ne magyarázkodják nekem, ne próbálják meg visszahozni Downey-t. Downey elment, mint Iron Man, ne úgy hozzák vissza őt, mint Tony Stark, hanem úgy hozzák vissza, mint Dr. Doom, egy másik alternatív univerzum, csak az arca ugyanaz. Tehát el lehet azt adni jónak. Downey szerintem tudná hozni ezt a rossz szerepet. Kevés más szerepet láttam tőle, mert a Iron Man-ben ugye Tony Starkot játsza, és a Sherlockban is Tony Starkot játsza igazából, tehát hogy csak a páncél nélkül. Az Oppenheimert még mindig nem sikerült megnézem, de ott, ha jól tudom, más jellegű karaktert hozott teljes egészében, és hogy ő képes lehet, hogy jó színész. Szerintem tök jó lesz itt látni gonosznak. De hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó? Én is úgy érzem, hogy ez egy desperate move, az volt, hogy úristen, bazdmeg, nagyon megyünk lefelé a lejtőn, mi legyen, hát valamit kell villantani, mutatni, és hogy hát hozzuk vissza az egyik legnagyobbat. De nem úgy, ahogy egyébként az többi fan várja, ezzel egy csavart belerakva, nem tudom, hogy ez most negatív lett ez a csavar az emberek szemébe, vagy pozitív, nem tudom. Ettől függetlenül láttam egy pár konceptártot, azt át is küldtem nektek, ugye, amikor Iron Man ruhában, egy szürke Iron Man ruhában van Tony, és már rajta van a Dr. Doom-os köpeny,
és kicsit ilyen zöldes vibe. AI generált, egyértelmű, tehát hogy nem valós dolgok, de hogy nem áll neki rosszul, és azt mondanám, hogy el tudom képzelni ebben a szerepben. Ugye már bejelentették az új Avengers-nek az alcímét, és tehát ugye, hogy ezt a Kangos részt ezt így elkaszálták, ugye, ami azért, mert ugye a színész zűré miatt. Igen, tehát hogy most újonnan úgymond behozták ezt a Doom-os témát, és beújították gyorsan, ugye, Robert Downey-t, tehát hogy azért a Kangosra már egy ideje rákészültek az emberek, meg fel is lett vezetve több filmmel is. De nem annyira is. Szerintem, legalábbis, hogy nem olyan mélyen. Viszont ez meg nulla, tehát hogy semmi. Ez tény, de egyébként a Secret Wars köré akarták hozni ezt a Dr. Doom vonalat is, szóval őt mindenki akarták hozni be az univerzumban a jövőben. Nem ez lett volna a fő cél, valóban Kang széria lett volna. Egyébként, vagy Kang, egyébként a színész, az most feltette a kérdést, hogy ha Downey-nak megbocsátotta Hollywood, akkor neki miért nem? Ugye Downey az Iron Man-ek előtt, ha jól tudom, börtönben is, meg alkoholista is volt, hogy ő csúnyával volt csúszva. És hogy feltettek el is, hogyha neki megbocsátott az egész világ, akkor neki miért nem? Szerintem ez még túl frissebb, hogy megbocsátson neki a világ. Mindegy, ez csak kitekintő volt, de hogy a Kang dinasztit szerintem nem vezették fel olyan szépen még, mint mondjuk Thanos, aki egyébként megjelent meg annyi after credit színben, utaltak rá, nevét megemlítették, stb. Itt egyébként a Quantum Mania-ban volt, benne volt pont, meg ugye a Loki szériában is be volt egy kicsit vezetve. De igazából ennyi, és itt le is zárult a történet. Nem gondolom azt, hogy ha nézzük a Quantum Mania-t, legyőzték, meghalt, kész. Nyilván vannak a multiverzumban neki egyéb alter egói, de mint már tudjuk, mindenkinek vannak. Nyilván ezt meg lehetett volna oldani egy másik színésszel is egyébként, és el tudtuk volna nézni. De én ezt akarom kihozni, hogy szerintem még nem épült fel annyira ez a Kang Dynasty rész, hogy most akkor ráugorjunk, és szerintem még elő lehet venni ezt később is, és inkább egy swap-et érzek, cseréltek azzal, hogy akkor most a Doom Stay, vagy ezt a Doom széri Dr. Doom-ot fogják majd előrehozni, ami amúgy is mondom terben volt, csak valószínűleg később. Ez a Secret Wars-al behozva valószínűleg később került volna ez így be a nagy mozikba, most szerepet cserélnek, és azt mondják, hogy ezt hozzuk elő, aztán később meg ki tudja, bármi is lehet. Egy biztos, hogy mindenféleképpen meg fogjuk látni, és hát itt a podcast keretében is szerintem ki fogjuk majd beszélni, hogyha majd egyszer megjelenik a Robert Downey is Dr. Doom film, vagy hogyha nem is önálló film, de akkor valamilyen Avengers részeként. Szokásos módon a podcast végén ajánlással fogjuk zárni. Egy-két magas labdát itt az elején lecsapnék, hogyha nem haragudtok. Tényleg, akiknek tetszett most ez a Deadpool és Rozsomák, hát ennek ajánlanám még az első két Deadpoolt, hogyha van olyan esetleg, aki ezt látta volna elsőnek, és azokat még nem, akkor nyilván mindenképpen. De a Logan című filmet is, ugye, ami 2017-es, és ott a Wolverine-nek a hát ott a búcsú történetét ott láthattuk, és igen, most volt ugye a plusz egy hajrázás, de az egy nagyon más hangvételű képregényfilm, nekem nagy kedvencem. De ugye kicsit ezektől rugaszkodjunk el, akkor én hoztam még a 21 Jump Street című filmet Channing Tatummal és Jonah Hill-lel. Ott igazából ez a dinamika a két főszereplő között, ahogy Jackman és Reynolds között, ott Tatum és Hill között stílusban hasonló, tehát ugyanúgy fossák a hülyeséget az egész film alatt. Nekem az a típusú poén nagyon-nagyon bejön, nagyon vicces szerintem a 21 Jump Street, és ez a két body cup feelingű felállás, két karakter, akik nem biztos, hogy szeretik egymást, aztán összecsiszolódnak. Poénos helyzetek, sok poén, úgyhogy akinek a filmben ezt tetszett, annak ajánlom ezt. Azért csak ráerősítenék, hogy igen, a Deadpool 1-2 az nyilván kötelező elem ennek, viszont amit nagyon kihangsúlyoznék, az nekem a Logan. Nem ez a stílus, ugyanúgy erbesorolás, ugyanúgy kaszabolás, csúnya beszéd, de nem ilyen szinten, tehát ez egy komoly film. Én drámának mondanám amúgy leginkább, de nagyon-nagyon szép az kerek a történet, jó az érzelmi vonal, a kritikusok szerint ilyen
egyik legjobb, tehát hogy 94% Rotten Tomatoes-on a kritikusoktól és 90% az audience score, tehát a nézők általi szavazat, meg IMDb-n is magas, mindenhol magas, és nem véletlen, nagyon jó film volt. Szóval Logan-t ajánlom mindenkinek, hogyha kicsit az első, nem tudom, 10-20 percet szeretné jobban érteni a Deadpoolból, amikor ugye próbálja felkutatni őt. És én nem filmet ajánlanék, hanem a Deadpool játékot. Ugye van a Deadpoolnak egy játéka, ami már 13-4 körül jött ki, tehát már 10 éves játékról van szó. Nem egy nagyon-nagyon nagy, nagyon mély játék, ugyanazt kell benne látni, vagy ugyanazt kell várni tőle, mint amit a filmtől, most a Deadpool 3-tól szeretné megkapni, vagy amit látott az ember. Tele van poénnal, tele van fassággal, nem egy valami nagy az története, nem egy nagy valami a játéknak a játék mechanikája egyébként, sőt, elég gyenge, de viszi valahogy a Deadpool karaktere az egészet, és hogy ha még több Deadpoolt akartok, akkor egyébként a játékot azt nagyon ajánlom, és hogyha van nektek elfekvőkben egy PS4-es verziója, akkor kapaszkodjatok, mert 50 ezer dollárért el lehet most adni, mert ugye ez egy 10 éves játék, és már nem nincs fizikai lemeze, és most a Deadpool hatására 49 ezer dolláron, az ami 17-8 millió forint, ha jól számoltam, igen, hogy annyiért lett felpattintva, nem tudom, eBay-re, bármelyikre, a Deadpool hatására most hirtelen felrándották. De ez csak egy darab, nem? Hát valószínűleg igen. Nem tudom, hogy ez bontatlan, nem tudok minden információt ezzel a hírrel kapcsolatban, de hogy ez durva. És ha valakinek ott fekszik az a játék a polcon, akkor nézze meg, hogy el tudja adni jó pénzért, mert lehet, de előtte vigye ki, mert amúgy kritikailag is jó volt a játék, meg tele volt Deadpool-os poénokkal és fosságokkal, szóval érdemes végig szenvedni a játékmenetet. Előző filmekből nincs, én a jövőre vetítve, de nem... Ajánlás, hogy még olyan filmet kötődik. Ajánlasz, ami még nem jött ki. Igen. Ez igen, igen. Halljuk. Jó, van a, ugye a Deadpool 4. Sántál, Deadpool 4. Illetve a Beetlejuice, ami hamarosan jönni fog, úgyhogy mindenki nézze meg. Ez komoly volt. Nem. Benne maradhat. Nem, most csak azért, mert elfogultan tudnék csak nyilatkozni, most nagyon benne vagyok az X-Men filmekbe. Egyébként a Logan az nagyon jó, már mint komolyságában, tényleg. Viszont nekem az Origins, a Wolverine, az valamiért még mindig nagyon adja. Jó legesnek volt Deadpool-a? Hát igen. Ja. A szar. Az a film szar volt. Nem. A hallgatóknak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Lali, Jos, nektek azt, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt voltatok, remélem legközelebb is jöztök. Legközelebb majd egy hónap múlva fogunk találkozni szeptember végén, hogy mivel, az még titok. Addig is mindenkinek jó podcast hallgatást kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.